Sziasztok, én Csibu vagyok, ez pedig a Game Obscura csatorna, és hát a mai videóhoz azért igen komoly idegrendszerre is szükség lesz majd, és hát remélem, hogy sikerül egy-két mosolyt is csalnom az arcotokra, ugyanis összegyűjtöttem azt a 15 társas játékot, amely hihetetlen, de mégis létezik. Mind a 15 társas játék olyan, hogy az agyatokat eldobjátok, amikor meghalljátok, hogy miről van benne szó, hogy kinek készült, és hogy mi célt szolgál. Úgyhogy lássuk ezt a 15-ös listát. Popcornt előkészíteni? Kezdjük! Ugye te is arról álmodoztál mindig is, hogy ott legyél a Titanic fedélzetén, amikor megcsendülnek a vészharangok, és mindenki lohon a mentőcsónakok után, és reméli, hogy ő lesz az, aki még befér utoljára a csónakba, mielőtt a többiek szépen megfulladnak. És gondolom, te is arról álmodtál, hogy ha ez így történt volna, akkor bárcsak kielveztetek volna a legközelebbi trópusi szigetre, és ott kanibálokkal találkozhattatok volna. A The Sinking of the Titanic nem másról szól, mint erről, hogy ott vagyunk a Titanic fedélzetén, az elkezd süllyedni, el kell kezdeni forgatni a hajót, el kell kezdeni a bábunkkal felfelé mászkálni, és hogyha elértünk egy mentőcsónakot, akkor abban ki kell levezni, és különböző események várnak majd rád a szigetvilágban, mert hát kiderül, hogy a mentőcsapat igazából nagyon sokat késik. Eközben olyan események történnek veled, mint hogy a kanibálok megtámadnak és megeszik az egyik utastársadat, vagy épp az esővízzel feltöltöd a kulacsodat, ami persze ott van nálad, és így jutsz egy kis ivóvízhez. Aztán az egyik kedvencem, hogy a páviánok lerohannak és ellopják az élelmedet, vagy megtámadnak a sirályok. Szóval csupa romantikus kalandban lesz részed, nagyszerű. Hát, aztán jön a torsz felismerés, amikor kiderül, hogy jön a mentőcsapat, de csak egy játékost visz haza, a többieket ott hagyja a kanibáloknak. Úgyhogy ez a játék egy ilyen tipikus, ilyen Asylum filmhez hasonlító alkotás lett, amiben az, ahogy a Titanic elkezd süllyedni, az tök jó megvan oldva, de őszintén ki akarna egy ilyen játékkal játszani, és hogy fér össze a Titanic a trópusi szigetekkel, meg a páviánokkal, meg azzal, hogy csak egy embert mentenek meg. Hú, szóval remélem felkészültetek a második alkotásra, mert az is hasonló. A The Amusing Game of Kilkenny Cats nem más, mint egy 1800-as évek végén játszódó legendán alapuló játék. Egy nagyon cuki történet néhány katonáról, akik összeeresztenek két macskát, hogy azok párviadalban mérjék össze erejüket egy véres csatában, de az egyik katona megszánja őket, és hát amíg a többiek figyelmét eltereli, addig levágja a két macska farkát, bizony. Amikor a többiek visszanéznek, a két macska már nincs sehol, de ott fogja a katona a két farkat a kezében, és mutatja nekik, hogy hát nézzétek, csak miközben elfigyeltetek, a két macska felfalta egymást, csak a farkuk maradt hátra. Úgyhogy a két macska elszökhetett, azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak, és így nem kellett egymással többé véres játékban részt venniük. Ugyan biológiailag van egy kis probléma ezzel a történettel, de úgy látszik, hogy az 1800-as évek végén még nem voltak eléggé felvilágosultak az emberek ahhoz, hogy értsék, hogy mi történik, amikor az egyik állat megeszi a másikat, és hogy egyszerre nem tudják megenni egymást ezek a kis aranyos cicuskák. Na de a játék az ezt a történetet dolgozza fel. Igaz, hogy a borítóval ellentétben itt sem macskák nem vagyunk, sem pisztolypárbaj nem lesz, de azért ez egy jó kis legenda volt ahhoz, hogy egy taktikai tábla mellé leülhessünk. Egyébként ez a lista legrégebbi játéka, még az 1800-as évek végéről származik, amiben semmi más dolgod nincs, mint hogy dobsz egy kockával, és lépteted valamelyik bábudat, és reméled, hogy te jutsz át az átelemben lévő két hely egyikére, és így te nyered meg a játékot. Hát jó cicázást kívánok mindenkinek, de menjünk tovább, és jöjjön a harmadik játék, mert azzal egy kicsit távolabb vizekre fogunk evezni. Bár evező nem kell hozzá majd, csak némi kötél. Ebben a játékban össze kell kötözni magunkat egymással. Nem vicc, két csapat verseng egymás ellen, és az a csapat nyer, aki ügyesebben, illetve gyorsabban kötözte össze magát másik három társával. Aki ezt kigondolta, azért mekkora zseni volt már. Hogyan lehetne megmozgatni az embereket egy kis játékkal? Hát kötözzük össze magunkat, nem?
Úgyhogy röhöghetünk, de ez nem vicc, ezt a játékot kiadták, ezt a játékot egyesek játszották. Bár hogyha valakinek erre van ingere, akkor ez egy remek társasjáték este lesz. És akkor igen, a negyedik, ami után szintén egy remek társasjáték estéről beszélhetünk, hogyha kipróbáljátok ezt a játékot. Ami, ahogy rajta is van a dobozán, egy lovable game. Egy csodálatos, szeretetreméltó, fantasztikus játék. Fun for the whole family. The old favorite. A fantasztikus, a kiváló, a hihetetlen családi játékok családi játéka. A spin the bottle, azaz az üvegezés. Szóval valaki kitalálta, hogy ez az üvegezés ez egy tök frankó dolog, és nehogy már csak a tinik szórakozása legyen, hozzuk be a családok közé is, és lehessen ez egy igazán jó, vidám pillanatokkal teli családi játék. Megpörgeted az üveget, és ugye jön valamilyen feladat, amit teljesítened kell, és hát ezek igen elborult feladatok, hogyha arra gondolunk, hogy ezt egy család játsza egymással, a gyerekek, a szülők, meg a nagyszülők. Egyébként mielőtt rátérnék pár ilyen példafeladatra, nézzük már meg ezt a borítót, mert én nem térek magamhoz. Tehát azon kívül, hogy milyen szövegek vannak rajta, nézzük már meg az anyukát, aki nincs jegygyűrű, legalább az apukán azért ott van. Aztán nézzük meg hátul azt a két tesót. Mit csinálnak? Hogyha valakinek van rá megoldása, akkor mondja el, mert én tényleg nem értem. De egyébként a kedvencem a képről az a bal alsó sarokban a Pistike. Ugyanis a Pistike nem vett fel övet. Ennek következtében pedig hiába ül Dávid pozícióban, és hiába ő a legértelmesebb arcú szereplő az egész képen, kilátszik a bugyogója. Szóval olyat villant a srác, hogy ez alapján én igazán nem tudom megmondani, hogy ez a játék valójában kinek is szól, meg kinek a figyelmét szeretné felkelteni. Pláne, hogyha megnézzük bizony ezeket a különböző feladatkártyákat, amik ilyenek, hogy kulcsoljuk össze egymás kezét, és közben fordítsunk egymásnak hátat, ami oké. Aztán 2 percig olvassunk fel drámai hangon egy telefonkönyvből. Mert hát ugye 2 percig folyamatosan a többiek vihogni fognak ezen a feladaton valószínűleg. Hát igen, mi már ezt nem élhetjük át, nincsenek telefonkönyvek. Legalábbis nem olyan formában. Aztán adjunk valakinek csókot. Oké. Okay. Remélem játszani fog egyszer az anyuka is, meg az apuka is, mert úgy legalább, hogyha ők húzzák ki, akkor ez így megoldható dolog. De a személyes kedvencem az az, hogy az egyik partnerünknek el kell tőlünk pirulnia, anélkül, hogy fizikális kapcsolatba lépnénk vele. Szóval... Nem. Ez nagyon nem. ez nagyon-nagyon nem. Az előző 3 játékot még kipróbálnám, de ezt nem. Na de lépjünk tovább az 5. játékra, amely, hogyha már az előbb azt néztük, hogy ki az elmebetegebb a családból, aki ilyet akar játszani, akkor beszéljünk azokról, akik betegek, és legyünk végre mi az orvosok, akik meggyógyítjuk őket egy tipikus dobsz és lépsz játékban, ahol körbe-körbe megyünk a táblán. Azt írja egyébként a doboz, hogy legalább 2 órás lesz a játék, úgyhogy készüljünk fel egy ilyen gazdálkodj okosan, amiben igazából nem pénzt gyűjtünk, hanem időt, amit egyébként ugyanúgy a pénz szimbolizál, és arra kapjuk az időt, hogyha sikeresen felmérjük egy beteg állapotát, aztán meggyógyítjuk. Na most itt elég komoly betegségek is vannak, tehát ilyen például egy demencia. És hát, hogy mennyire komolyan gondolták az alkotók ezt a játékot, nagyon jó példázza, hogy a szabályfüzet fél oldalban foglalkozik azzal, hogy gyerekek, ha betegek vagytok, akkor semmiképpen ne úgy próbáljátok megoldani a betegséget, ahogy ebben a játékban tanultátok, hanem menjetek el az orvoshoz. Remélem, hogy ez betartotta azért mindenki ebben a játékban. És hát a másik ilyen dolog, ami arra mutat, hogy mennyire komolyan gondolták ezt az alkotók, hogy talán az első olyan játékról beszélünk, ami egyből a játékszabály mellé egy második szabályfüzetet is tesz. Ma úgy mondanánk talán, hogy egy ilyen gyakran ismételt kérdésekkel teli füzetet. Jó, lépjünk túl a szabályokon, és nézzük már meg ennek a borítóját is, mert ez valami eszméletlen, hogy mit
összehoztak ezen az egy képen. Az a hátul ácsorgó Doki még úgy el is megy, de aki ott elől ül és nézi a mennyezetet, nem is tudom, most szerelőt hív, mert nem ég jól az egyik villanykörte, vagy mi történik ott, vagy telefonos segítséget kér, hogy kell megműteni azt a szerencsétlent, akinek minden baja van. Aztán ott van a két nővérke, az egyik kezében egy olyan hosszú cső, aminek a rendeltetéséről szerintem jobb, hogyha nem tudunk, és akkor ott van az hegyvégében egy akkora vizelettel teli zacskó, hogy azt egy elefánt megirigyelni. A játékszabály elején olvashatunk egy nagyon-nagyon szellemes gondolatot, amely úgy szól, hogy a páciens ezt mondja a doktor úrnak. Doktor úr, úgy fáj a kezem, amikor ezt csinálom. Erre a doktor válasza, akkor ne csináljon úgy. Ezzel nyit a játékszabály füzet, én pedig ezzel zárom listám 5. helyezettjének ismertetését, és tovább is mehetünk már a 6., amely egy újabb fantasztikus játék, hogyha nem akarsz doki lenni, hanem valami sokkal nehezebb hivatást szeretnél választani, akkor legyél fekete. És élj a 90-es évek végén Amerikában, és megtudod, mi a kemény. A Life as a Black Man 1999-ből ezt az utat mutatja be. Random eldönti a játék, hogy hol kezded, a gettóban, egy kisvárosban, amit egyébként Glamourwoodnak hívnak, nagyon bájos, a Fekete Egyetemen, azaz a Black University-n kezdesz, vagy esetleg a seregben. Na most innen történnek bizonyos események, aminek hatására általában bűnözni fogsz, és hát vagy majd elmész a templomba meggyónni, és akkor ugye már nincs is semmi baj, vagy mész a sitre, általában mész a sitre, és hát aki leghamarabb kijut a sitről, és leghamarabb eljut a Freedom Space-re, azaz a szabadság ösvényét megleli, megnyerte a játékot. Ez a Life as a Black Man, az élet, ahogy a feketék élik, de nem baj, jönjön a 7. játékunk, amely nagyon jól megmutatja, hogy a második világháború után milyen nehéz volt egyébként az igazi egyenjogúságot kiharcolni, már ami a nemek szerepét illeti, a nők is építhetnek valamiféle karriert. Az, hogy mennyire leszabályozták, hogy mégiscsak miféle karriert építhet, tökéletesen mutatja be, de utólag elnézve azért durva, hogy ilyen játék létezik, és egyből két játékot is megmutatok. Az egyik az a What Shall I Be Exciting Game Career Girls, a másik pedig a Career Boys, amit 2 évvel később adtak ki, tehát mi leszek, ha nagy leszek, mint leányzó, és mi leszek, ha nagy leszek, mint fiúcska. Na most elgondolhatjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak hölgyként. 6 darab utat javasol a játék, ez gyakorlatilag véletlenszerű, és ezen a 6 karrier mentén húzol majd fel eseményeket, meg derül ki, hogy egyébként milyen testi adottságokkal rendelkezel, amik megmondják, hogy bizonyos karrierhez az nem való. Szóval kövérként nem leszel stewardess. És akkor ez a 6 lehetőség, ápoló, modell, hostess, balerina, színész, vagy tanárnő. Szóval semmi igazán komoly, ahogy azt elvárták tőlük abban az időben. De hogy mit vártak el a fiúkkal 2 évvel később, hát gondolhatjuk, mi az első? Űrhajós. Nyilván, hogy az űrhajós. Aztán mi a többi? Hát van itt építész, meg professzor, meg focista, meg tudós, doktor, és a kedvencem politikus, így van, valaki ezen a pályán is mozoghat, hogyha olyan kedve van 8 évesen, és akkor jöjjön a 8. játék, amely a borítójával büntet igazán. Nem tudom, ki volt az a szülő, aki ezt levette a polcról, hogy jó lesz, fiam, játssz ezzel, olyan cuki rajta ez a kis bohóc. El nem tudom képzelni, ki akart gyerekként ezzel a játékkal játszani. Tehát én bedugtam volna a könyvespolc háta mögé. A játék címe az, hogy Naró, ami egy kis német szójáték, annyit tesz, hogy bolond, vagy éppen azt, hogy bohóc. A játék egy taktikai lépegetsz a bohócokkal típusú nulla semmi. A Kickstarteres kiadása egyértelműen jobb lett volna abban az időben bohóc miniatúrákkal. Erre nem volt lehetőségük, úgyhogy most ezzel kell beérnünk egy púpos és rettentően ijesztő bohóccal,
el tudom képzelni, hogy Stephen King játszott ezzel a játékkal, és ennek hatására írta meg az It című könyvét. Egyébként a félelmetes légkörön azért van egy mondat, ami segít a dobozon. Ez a játék nem csak bohócoknak készült. Úgyhogy nyugodtan játszatok vele ti is, és amíg felkészültök erre a játékra, jöjjön a lista egyik legeszementebb játéka. Ezt meg ki és miért találta ki típusú játék. Azok közé a játékok közé tartozik, amikből igen sokat fel tudunk egyébként sorolni, amik semmi másról nem szólnak, mint hogy elcsesszük a délutánunkat üres vihogással és az egymáson való teljes kárörvendéssel. Szóval full retard a szituáció, ami szerintem az első percben élvezetes lehet, vagy hát vicces lehet, de a többi perc az olyan szánalomtenger lenne, hogyha ezzel kellene játszanom, amit nehezen tudnék elviselni. És hát nagyon sok ilyen játék van, amikor a WC lepisil, meg amikor egy kéz a tortát belecsapja az arcodba, meg leköp egy teve, meg fingik valami borzadály. Szóval, hogy mi az, ami ezeket a játékokat megkoronázza? Kíváncsiak vagytok? Hát akkor jöjjön. Ez a játék nem más, mint Pimple Pete, azaz a pattanásos Peti, amely egy arc, az arcban pedig lyukak, a lyukakban pedig olyan gumiszerű borzadályok, amik igazából pattanások lennének, és a játékos, amikor rákerül a sor, minden körbe kihúz egy pattanást az arcból, és reméli, hogy közben nem mozgatja meg annyira ezt a műanyag arcot, hogy a középen lévő orrából ráspricceljen a víz. Ennyi. Ha ez a játék nem fér fel erre a listára, akkor semmi nem fér fel erre a listára. If they pull out the pimple without bursting the megazit, they get to keep the pimple to add to their pimple points. If it knows and it bursts, you get sprayed with water and receive no pimple points for the round. Hát aki élvezi, csinálja. Csak ezt tudom rá mondani. Hú, úgyhogy fújjunk egyet, mert a következő az már a bosszantóbb kategória lesz, ugyanis ismét Trumpról van szó. Ahogy mindig azért valahogy eljutunk a politikához, itt is így van ez. Kiadott egy játékot a 80-as évek végén, ami nem más, mint egy hatalmas egoista tenger, amiben fürdőzhet, és amiben minden játékelemen az ő arcképe virít, az ő T betűje virít, a dobókockán, a pénzjegyeken, a tábla közepén, a dobozon, a szabályban, mindenhol egy monopoli koppintás az egész játékként értelmezhetetlen, és nyilván utólag még nagyobb értéke van így, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke lett, de elképesztő a fazon, elképesztő, hogy ezt így kiadta, és nagyon sokat elmond a világlátásáról az, amit a szabályfüzet első oldalán ír, hogy a játékot az nyeri meg, akinek a legtöbb pénze van. Hát, valaki így gondolkozik, van, aki meg a szabadságot keres, ugye, mint tudjuk a feketék. My new game is Trump, the game. Trump, the game, where you deal for everything you ever wanted to own. Because it's not whether you win or lose, it's whether you win. Yes! Play Trump, the game, from Milton Bradley. I think you'll like it. Mr. Trump's proceeds from Trump, the game, will be donated to charity. Hát, lehet tanulni ezekből a dolgokból. Egyébként Trump egy másik játékban is jelen volt, ez pedig a The Apprentice Game, ami egy show-nak a társas játéka, és hát itt is igazából saját magát fényezi, és ő van a középpontba állítva, azzal a bizonyos elhíresült mondatával, hogy you are fired, azaz ki vagy rúgva. I was wondering what you would say to President Obama. You're fired! Hát, ennyit Trumpról. Menjünk tovább a 11. helyezethez. És hát nem tudom, hogy Trumpnak van-e gerince, de hogyha lenne, sem tudna ezzel a játékkal játszani, több okból kifolyólag sem. És hát remélem, hogy a hölgyismerőseiteknek igen jó tartása van, és igen jó gerincsel rendelkeznek, ugyanis, hogyha a backbone-nal szeretnétek játszani, akkor a doboz alapján ezt csak akkor tehetitek meg, hogyha a menő hippik vagytok, ezt ötvözitek azzal, hogy egy hölgy elétek fekszik hason, és a hátára pingáltok egy táblát, hogy azon a bábukkal lépdeljetek.
Na jó, igazából a játékban van egy rendes tábla is, és azon lehet taktikusan lépkedni a figuráinkkal, egy ilyen malomszerű valami lenne, de azért a játék egy nagyon fontos dologra felhívja a figyelmünket már a dobozon, mindezen erotikus jeleneten túl, az pedig nem más, hogy csak kizárólag intelligens játékosok számára. Úgyhogy vannak, akik bizony ezzel a játékkal nem fognak tudni játszani, ezzel együtt kell tudni élni, én igyekszem, és hát hogyha ilyen rossz kedvű vagyok, mert kiderül, hogy mondjuk egy játék az nem az én tudásomhoz készült, akkor ugyanúgy elbújok, mint a Let's Be Safe játékban a gyerekek, hogyha valami olyasmit éreznek, hogy baj történik. A Let's Be Safe játék ugyanis egy olyan oktatójáték, ami megpróbálja tanítani a gyerekekkel azt, hogy ha bajban vannak, akkor hogyan cselekedjenek, mit csináljanak. Ezt egy nagyon bugyuta módon, ilyen kártyapárosítással és dobsz és lépsz mechanizmussal, olyan marketing szöveggel, hogy attól hányni tudnék, és hiába van ráírva a dobozra, hogy úgy tanítjuk meg a gyerekeket, hogy ettől nem fognak félni, de ezzel gyakorlatilag a félelmet táplálják beléjük, hiszen azt tanítjuk nekik, hogy otthon is félnetek kell. Bármikor jöhet bármilyen baj, fel kell készülnetek rá. Szerencse, hogy pár évvel később azért megjelent a Reszkesetek Betörők című film, úgyhogy már abból szerezhettük meg a szükséges tudást arra az esetre, hogyha nem kívánatos személyekkel kerülünk egy légtérbe. Mi lehet ezek után a 13. játék? Még nem voltunk még. Temetkezési vállalkozók. Legalább megtudják, milyen a halál, és nem csak a bulin meg a telefonjukon jár majd az eszük. Segíthetek valamiben? Meg a jobbra-balra húzogatáson, a társkeresőn. Csírt szeretnék venni. Ezt. Úgyhogy legyünk temetkezési vállalkozók ebben a németül és angolul is kiadott játékban, aminek az egyik címe az a Sikiria, a másik pedig a Big Funeral, aminek a célja nem más, mint a haverjainkat eltegyük lábalól, zombikként, és eltemessük őket egy narancssárga koporsóban. Hogy miénk legyen a főnyeremény, az 50 000 dolcsi, és boldogan autókázhassunk el a naplementében. Azt ugyan nem értem, hogy miért jó zombit eltemetni, meg hogy miért jó ez az egész. Egy bolond kis kártyajátékról van szó, ami csupán a témája és kidolgozása miatt került erre a listára. Nem tudom, hogy ki akarna ezzel a játékkal játszani, én nem érzek rá késztetést. Nem úgy a Pecunia Nonnullet esetén, ami a 14. helyezett, és amelyben a római birodalomban WC menedzserek vagyunk. Hogy ezzel a játékkal viszont mennyire szívesen játszanék, arra jó példa, hogy ez a játék a birtokomban van. És ez a Pecunia Nonnullet nevezetű játék, ugye magyarul a pénznek nincs szaga, semmi másról nem szól, mint hogy az érkező rabszolgákat, nőket és gazdag nemeseket beengeded a WC-dbe, megkapod érte a fizetséged, és reméled, hogy minél kevesebb ideig kuláznak, hogy ismét bemehessen a helyükre egy újabb delikváns, és a végén te legyél a leggazdagabb WC-menedzser az egész római birodalomban. Jó kis kártyajáték egyébként, de a témája az nagyon nevetséges, és ezek a fajjelölők, amik a kaksit jelölik, azok igen viccesek, ahogy az is, hogy igazából egy lyukra két csaj is mehet, azaz két csaj mehet be egy WC-be, mert hát ők közben beszélgetnek, meg elvannak, meg hát csajok. Megoldják. Ez lett volna a 14. játék, és a 15. játék is egy modernkori gyöngyszem, ami a Kickstarter-re jelent meg, és több millió forintot kalapozott össze magának, nevezetesen a Cucumber Sandwich, azaz az uborka szendvics, amely pikás képeivel, elképesztően humoros látványvilágával tarol, és hát mindegyik képen ott fog árválkodni. Vagy hát nem is biztos, hogy árválkodik, lehet, hogy többet magával lesz ott, egy jól megtermett pénisz. Ugyanis ez egy péniszes játék, ahol minden játékosnak meg kell növesztenie a játékban kártyákon ábrázolt péniszét, és akinek a leghosszabbra nő, az bizony elnyeri a legnagyobb pénisz címet, amivel aztán büszkélkedhet az egész családjának és a barátai előtt is. Ő lesz a legvagányabb csávú a vidéken, és hát a többi játékos célja pedig az, hogy elhervasszák a növekvő farkakat. Hát, oké. Okay. Szóval ez a Cucumber Sandwich,
ami mondom még egyszer, nagyon vicces legalább a képek alapján, és látszik benne némi kreativitás, nem úgy, mint némely korábbi játékban a listán. Én úgy gondoltam, hogy ez az a 15 játék, ami leginkább felfér erre a listára, bár voltak még jelentkezők, hogyha van olyan szerintetek, amit kihagytam, akkor írjátok meg kommentben mindenképp, és van egy kérdésem számotokra, amit mindenképp írjatok meg kommentben, mégpedig az, hogy a 15 játék közül ti melyikkel játszanátok leginkább, a barátaitokkal, vagy épp a családotokkal. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan további játéktartalmakkal jelentkezem, ahogy azt már megszokhattátok. Ha tetszett, amit láttatok, mindenképpen nyomjatok a feliratkozásra és a like-ra, hogy ne maradjatok le a legfrissebb tartalmakról. Én Csibu voltam, ez pedig a Game Obscura a legújabb társasjátékos tartalma volt. Találkozunk legközelebb is, addig is jó játékot, és igenis kell tudni, hogy mivel, mikor és hol érdemes játszani, mert lehet, hogy egyébként a megfelelő környezetben ezek a játékok is kiválóak. Sziasztok!